Egy új gondolatiság fog előkerülni. Reméljük, hogy ha eddig egy kicsit álmosító volt, akkor talán most néhány mosolyt is sikerül majd az arcotokra csalnunk. A Jóskával eldöntöttük, a Kmeti József a kürtnek a vezérigazgatója, és ma már a fő tulajdonosa. És elhatároztuk, hogy egy fél órás, talán, de még fél órás sem majd, de majd az idő korlátoz minket is. Belekezdünk egy olyan bemutatóba. Noha az elején elmondtam, hogy ez a cégnek igazából két dologgal kell foglalkoznia, mondta a mi tanácsadónk, és mi igyekszünk ezt betartani, hogy az adatmentéssel és az információbiztonsággal foglalkozzunk kizárólag, mert ezzel tudunk brand nevet szerezni. Most tudomásotokra fog jutni, hogy még mennyi minden francia kellett foglalkoztunk, szakadt a nyakunkba, és a többi, de hát ilyen az élet, és attól függetlenül, hogy azért tartjuk magunkat az adatmentéshez és az információbiztonsághoz, de hát még minden máshoz is. Ez még ott tartodik, a kezdet kezdete. Ez egy hajdúsági iparműveknek a mosógép motorja, az egy boltba beszerezhető 50 literes alumínium vájlig, és a Bakony műveknek a Lada ablaktörlő motorjaival összerakott mágnes lemez mosó szerkezet. A mágnes lemez az pedig a János jóvoltából itt bemutatható, az ez az, ha ezt a műanyag fedőt leszedjük, akkor oda a ablaktörlő motoroknak a keféje az bemegy, és tisztítja ezt a valamit, mert ez még nem volt tiszta környezetben, úgy, mint a Winchesterek, és ez koszolódott, és ez kellett. Méghozzá ez a berendezés ahhoz kellett, hogy a kürt el tudjon indulni. Bármilyen furcsa, elképesztően sok pénzzel indult a kürt, azért, mert még mielőtt ennek a mezőgazdasági üzemágnak a valamelyik melléküzemágában mágneslemezt akartunk, sikerült a Magyar Honvédség, és azon keresztül a szovjet hadseregnek ilyen berendezéseket eladnunk, mert ez úgynevezett kokonlistás volt, aki nem tudja, annak az örülhet, hogy mit jelent ez. És így aztán mi így hazai gyártmányokból le tudtuk ezt gyártani. Még épp a Mumó itt is van, aki éppen ennek a mechanikáját csinálta, vagy Mumó? Ő az a fiatalember volt, aki ennek a berendezésnek volt a főkonstruktőre, és tele dohánnyal kezdtük meg mi 89-et a rendszerváltást, mert ezek tejeltek, mert ilyet csak a kokomlistából lehetett volna válogatni, de hát ez hazai volt, az a berendezés. Ez, amit most láttok, ez a kürtnek az első helye volt, Fehérvárunk 55-nek hívják, ma is egy informatikai volt van ott, de az a jobboldali része, ez egy patyolatfiók volt, amit bérelnünk kellett, de a jobboldali része az egy utazási iroda volt, de a telefonnak a kapcsolója az valami miatt nálunk maradt. El tudjátok képzelni, hogy az utazási iroda egy fél év után már nem is volt ott, mert nem tudott, hadd ne mondjam. Tovább, ezt a hatalmas teret megkaptuk, ez 80 négyzetméter volt, pincével együtt. Én akkor még dohányoztam, és hát a János ki nem bírt engem. Akkor időben ez már sorozatba gyártotta az amerikai Seagate-t, ezeket a berendezéseket, és 20 megabájtosak voltak, és csodálatosak voltak. Ezek már önálló egységek voltak, nem akkorák voltak, mint az a marha nagy valami, és egy mosógép, nem egy mosógép tartozott hozzá, hanem egy kis IBM dobozocska, és ilyen volt a mi életünk. Te nyomkodod, Jóska, akkor jó. A Tibiről is megemlékeznék, ha itt lenne, de jó lenne, de nincs itt. Mert a Tibi ma is nálunk dolgozik, 30 éve. Ő akkor a középiskolából került hozzánk, és én már nem tudom, hány szakmát tanult meg nálunk, de hál' Istennek, hogy megvan nekünk is az adatmentőknél. A Gyurit sajnos exportáltuk már, és nincs nálunk, de nagyon hálásak vagyunk neki. Ott meg az irodámat látjátok, hát az igazgató iroda így nézett ki. Ez volt, ahol fogadtuk a különböző látogatókat, ez a nagypapámnak a fotelje volt, és hát így azért el voltunk 80 négyzetméteren, tiszta térrel, meg minden franc
nélkül is, mert a KFK kölcsön adta nekünk a gyönyörű istállóit. Egy bemutatkozásnak van itt egy még különlegesebb része is. Én itt végeztem egyébként, úgyhogy nekem nagyon különleges ide visszajönni. Ami még különlegesebb, hogy a fiam most kezdett el ide járni, és ott ül fönn és hallgat engem. Egy kicsit zavarban vagyok, ez az első ilyen alkalom, hogy ő engem itt lát. Ami az én részem most ebből, hogy nyilván miután elindult az üzlet, éreztük, hogy muszáj lesz valahogyan előrefelé lépegetnünk, úgyhogy elkezdtünk elmenni kiállításokra, elég gyorsan kinőttük a magyar kiállításokat, úgyhogy elindultunk külföldi kiállításokra is, de hát ez valamilyen stand kellett, pénzünk az nem volt igazán, sőt annál is kevesebb. Ennek megfelelően az első kiállításokon az építkezésekből, János építkezéséből megmaradt faréceket használtuk fel, amiket lefestettünk barnára. Egészen jól működött a dolog, illetve hát ott lehet látni az akkor igen olcsón kapható vörös lobogókat, amit május 1-én lebegtettek az emberek, ezeket szakkosolóval vágtuk körbe és elláttuk kürtös matricával. Ezek egészen jól működtek. A hazai kiállítás után, mikor úgy éreztük, hogy itt most már mindent megtettünk, amit meg lehet, teljesen szerény módon Európa legnagyobb kiállítással indultunk el, Hannoverbe egyébként, ami nekünk egy igen nagy kihívás volt. Hála jóinknek a standunk az megvolt már hozzá, a lefestett nyers fa standunk, ami ott egyébként egészen unikálisnak számít a sok ultramodern stand mellett. Kaptunk is díjakat, erről majd később. És hát attól, hogy megjelentünk, nyilvánvalóan az üzleti modellünk azért még nem volt teljesen világos. Nem is tudtuk, hogy mit akarunk ott, úgyhogy nekiálltunk különböző partnereket keresni. Ez egy új üzleti modell volt, igen. Ami itt egészen sikeres lett. Sőt, a standunk annyira sikeres lett, hogy ellopták a kis buszunkat, amiben benn volt ez a sok deszka. Úgyhogy a következő kiállításon már a Jánosnak az akkori autóját tettük ki. Szerintem pont ugyanolyan népszerűek voltunk vele, mint egyébként a barnára mázolt falécekkel. De hát éreztük, hogy azért ezt valahogy vissza kell építeni, úgyhogy már nem hulladékból, hanem erre a célra vásolt anyagból építettük meg a következő standot, ami pont ugyanúgy nézett ki egyébként, mint a hulladék standunk. De hát ugye, ami már egyszer bevált, azt folytatni kell. Úgyhogy Hannoverbe továbbra is hihetetlen sikeresen működtünk. Találtunk számos partnert. Itt valaki azt mondta, hogy ez a 7 mesterlövész, ez itt csak 6. Bármennyire furcsa, ez vagyok én a 7. Pár kilóval, meg pár évvel beljebb, mint egyébként. Mikor úgy éreztük, hogy ezt már fokozni nem lehet, Sándornak mindig vannak plusz ötletei ebben az esetben, éppen az volt, hogy akkor látta, hogy a többi standon egyébként különböző előadó művészek lépnek fel, és ezzel ők plusz látogatónak vonnak be. Úgy érezte, hogy erre nekünk is szükségünk van, úgyhogy 3 hónapon keresztül egy táncot betanultunk itt mi. Forgott egy CD, és amikor jött az a country szám, ami ez a dizájnhoz illett, az én gyomrom már ment össze picibe, mert tudtam, hogy ki fogunk penderülni oda a standunk elé, szét fogjuk lögdösni a látogatókat, és mint a pampák lovai fogunk fel alá száguldani. Mind a mai napig, ha megharom ezt a számot, akkor ugyanúgy ugrik a gyomrom görcsbe egyébként. De meg is lett az eredménye, tehát a legeredetibb stand kitüntető címet sikerült megkapnunk. Az lehet látni a képen, az egy olyan monitor volt, amiben halak úszkáltak, amik egyébként sikeresen meg is döglöttek. Mikor letakartuk a monitort, sokkal többen néztek be alá, mint előtte, amik ki nem jöttek az állatvédők. Ez az egész kiállítás, ez megmaradt azóta is, hasonló dizájnnal számos kiállításra mentünk ki akkoriban, majd ma már modernebb módon járkálunk ilyenekre, és itt már a saját termékeinket, a saját fejlesztési termékeinket próbáljuk ezeken a helyeken promotálni egyébként. Azt gondolom, hogy elég ügyesen és jól. Természetesen voltak ebből az egész adatmentés információbiztonságból kilengéseink, mint ahogy minden cégnek, hiszen azért vagyunk vállalkozás, hogy próbálkozzunk, aztán vagy sikerül, vagy nem. Voltam is jól sikerült, erről beszélnék néhány mondatot. Volt egy számítógép gyártó, sok-sok évvel ezelőtt, amit AST-nek hívtak, a harmadik legnagyobb gyártója volt akkor a világnak, és mi a MOL-nak, mint viszonteladó értékesítettük ezeket. Majd mikor az akkori disztribútor, akitől ezeket vettük, úgy érezte, hogy mikor 1 millió dollárral lóg az AST-nek ideje befejezni a működését, akkor azt gondoltuk, hogy majd mi leszünk az új disztribútorok.
Ez egy egészen jó ötletnek tűnt, hiszen mi voltunk azok, akik a legtöbbet adtuk el, úgyhogy bejelentkeztünk, mint új disztribútor, csináltunk el egy új céget, ami éppen fantázia, ilyen a G70 Kft-nek lett elnevezve, mert a Gály József utca 70-ben született ez az ötlet, angolra csak jól is hangzott, hogy G70, később kiderült, hogy a Lifestyle gumiószer síkosítószerének a neve egyébként, de ez akkor még nem nagyon tűnt fel, úgyhogy gondoltuk, hogy bejelentkezünk az ASD-hez, mint disztribútor, mondták, hogy more than welcome, felvettük a legjobb ruhánkat, kimentünk Londonba, ott az akkori pénztárcánkhoz képesti legjobb szállást választottuk, amin az akkori információink alapján valamelyik angol királynő is megszállt. Azt gondolom, hogy azért szállhatott meg, vagy keréktörése volt, vagy valami rohadt nagy vihar, mert még ablak se volt a szobánkon. Elvittek az ASD-hez másnap, nagy tárgyalóba. Leültünk az asztal közepén egy hatalmas projektor, köbméteres, életünkben nem láttunk még projektort, a fal mellett flipchart, életünkben nem láttunk még flipchartot, és ott leült 20 ember velünk szembe, és azt várta, hogy akkor mi majd prezentáljuk az üzleti tervünket. A mi üzleti tervünk az egy ilyen kézzel össze-vissza firkált papírocska lehetett, nem ez nyilván, amit a repülőgépen firkáltunk, és próbáltuk ebből elmagyarázni, hogy mi hogy is kívánunk itt ASD-t értékesíteni. Éreztük azért, hogy ezek nem az elismerés pillantásai, amiket ott a szemükön látunk. Úgyhogy mivel nem tudtak más tenni, mint hogy mi legyünk a disztribútorok, de igen, de már tudjuk, hogy az akkori account managerünknek azt adták utasításba, hogy amilyen gyorsan csak tudja, pucolja ki ezeket a félnótásokat innen. Úgyhogy mi hazarepültünk, és hát elmentünk az első könyvesboltba, és megvettük a Hogyan készítsük el első üzleti tervünket című könyvet. Ez valahol megvan még most is otthon. És csináltunk egy valódi üzleti tervet, jött az account managerünk, 3 perc alatt átlátta, hogy ez úgy használhatatlan, ahogy van egyébként. Viszont ez egy nagyon jó folyamat volt ahhoz, hogy annyira sokszor csináljunk hülyét magunkból, hogy azóta soha nem sikerült egy üzleti tervet még csinálni, amilyen be lett volna hiba. Tehát azt gondolom, hogy nem tudhatja az ember, hogy mit honnan kap egyébként, ami az életét utána meg tudja határozni. Egész jól ment a dolog, év disztribútorai lettünk, 3 év múlva bűvült a székház emiatt, illetve hát járhattam sok Aston Villa meccsre, mert valamelyik vicces marketinges azt gondolta, hogy az AST-ből az Aston Villa lesz az a foci csapat, amit neki szponzorálnia kell. Ez nagyon jó kis időszak volt. Az i4 annak idején szintén AST gépeket használt, úgyhogy mi lettünk az i4-nak a magyarországi szervize, úgyhogy folyamatosan jöttek különböző terepjárókkal, különböző bőrszínű emberek. És hát, mint minden jónak azért van egyszer vége, itt is a nagyhal megette a kisfalat, a Samsungnak kellett Amerikába a brand, úgyhogy megvette az egész céget, eladták az AST írországi járait a Dell-nek. A mai nap is ugye a Dell az egy sikeres számítógépgyártó, azok az AST akkori gyáraira épültek rá, innen kezdve nem volt az egész gazdaságos, és meg kellett tanulnunk azt, hogy amikor egy ilyen disztribúció lezárul, akkor hogyan kell kezelni a rengeteg garanciális problémát támogatás nélkül, de hát ürit úriember, aki akkoriban részt vett ezekben a dolgokban, úgyhogy ő végig asszisztálta velünk ezt az egészet. És természetesen ez mindenképpen elgondolkodtat minket, hogy hogyan tovább. Rájöttünk, hogy ez a hardware értékesítés egy jó fej dolog, de nem a szívünk csücske. Úgyhogy eldöntöttük, hogy mi szolgáltatás irányba szeretnénk tovább menni. És akkor indult el a IT security vonalunk, ami mind a mai napig tart, és ezután építettük fel azokat a termékeinket, azt a portfóliót, ami egyébként ma a Kürt tevékenységének a gerincét képezi, természetesen az adatmentés mellett. És hát volt más is, amivel foglalkoztunk akkoriban. Én vegyészmérnöknek tanultam a Pannon Egyetemen, és a téglagyár az meg a szilikátiparhoz tartozik, és egy elszúrt ügyletünk kapcsán, amelyet az akkori gazdasági minisztérium is támogatott, minket nem, mert mi pofára estünk, egy korunk hőse vállalkozójának a beruházásába beszálltunk 30 millióval, és 36 milliót vártunk utána vissza, ami ez egy normális haszon volt akkor informatikával kivonulnak. Már el is mentünk vacsorázni, hogy na gyerekek, de jó lesz, az utolsó pénzünket vacsorára költöttük,
de a következő nap nem jött meg egy fillérse, és a továbbiakban sem jött meg egy fillérse. Na, ekkora összeget pedig a Kürt képtelen volt túlélni. Hát elkezdtünk téglát gyártani, ezzel a két lóerős szerkezettel, átvettük az egész gyárat, teljesen automatizáltuk, 400 emberből 24 maradt, és csak első osztályú téglát tudtunk gyártani, de úgy gyártottunk már, hogy mert a gázt nem kaptuk meg már az iparvállalattól, mondom, hogy először fizessük ki az előzőnek, az előző cégnek a tartozásait, de nem akartuk, és akkor Veszprémhez mentünk, ahol tudták, hogy miről szól ez a történet, már ott a Vegyipari Egyetemen, mert ott volt egy külön ilyen szak is, akik a szilikátiparral foglalkoztak, elmondták, hogy téglát úgy kéne akkor gyártani, hogy az agyagba bekeverni a szénport, és akkor utána egy farakással begyújtani az egész 100 méter hosszú kemencét, és akkor majd a tégla önmagát fogja kiégetni, és ez így is lett, nem kellett egy gram gáz se nekünk már, akkor jött a gáz, hogy mégis inkább adna gáz, de mondtuk, hogy köszönjük, nem kérünk. A bányákból megkaptuk, mert nem tudott mit kezdeni a szénporral, tehát azt ingyen megkaptuk, illetve téglát, vittünk téglát helyette, hogy ez folyamatos legyen, tehát amíg odafelé téglát vittünk, addig a szénport hoztuk vissza. Na egy szó, mint száz, beindult nekünk ez az egész üzlet, amiről igazából legfeljebb csak annyi a tanulság, hogy nem estünk hanyat, tudtuk, hogy hogy kell menedzselni. Noha eddig milyen apró kis mikrovicakvacakokkal foglalkoztunk, itt pedig nyakunkba szakadt egy saját vasútvonal, én nem tudom hány tó, ami előtte még agyagbánya volt, de vízzel közben megtelt, és a franc tudja mekkora tő. Ja, hát volt egy melegvízi forrásunk is még, Hajdúszoboszló kellős közepén, ami ennél közepebb van, az már nem is Hajdúszoboszló volt, és egyszerűen csak tudtuk, hogy hogy működik, 5 évig működtettük az egészet, és aztán megeladtuk valamelyik nagy multinak ezt a félrecsúszásunkat. A 9-11-ről annyit mondanánk, az is egy olyan volt, mintha félrecsúszás lett volna, de akkor, amikor látták a kollégáim azt, hogy mi történik ott az ikertornyokban, akkor az engem sokkolt, és volt olyan kollégám, aki nem, hanem azt, aki azt tudja gondolt, hogy gyerekek meghozták a holnapi kenyerünket. Hát ez így van. És nem is értettem nagyon, de amikor már megértettem, akkor akárhogy is, hogy ezt az e-mailt el tudják olvasni, akkor az ott van ki, hogy from. Nem azért, mert én írtam, mert azt megírattuk valakikkel, akik istenien tudnak angolul, úgyhogy az amerikai magyar nagykövetségünknek írtuk, aki aztán nem kellett hozzá se nyúlnia, mert jó angolság, elég jó angolság volt, hogy rögtön nyomták tovább a megfelelő helyre, lap hozzá, Jóska. És aztán ebből lett egy CNN film, 2-3 nap múlva idejött a CNN, és nálunk forgatott, a YouTube-on fönt van ez a film, de lényegében arról szól, hogy 2001-ben ez a kis magyar cég hogyan segített az amerikaikon, mondta a CNN. Miközben mi egy aláírtunk egy titoktartási nyilatkozatot, hogy mi aztán erről senkivel nem beszélgetünk, mert senkit, de hát ők valahogy megtudták. Ez már az eredménye ennek az egésznek, hogy ott, hogyha a bal felső sarkot megnézik, az a George Pataki nevű fazon, az azért mégiscsak a New York állam kormányzója volt. És aki azért mégiscsak azt írta, hogy kedves Kürti úr, azért marha jó, hogy segítetek rajtunk, mert nagy szarba vagyunk. Ez az egyik a kettő közül a Pataki, de mindenképpen rajtam van a Patakinak a jelvénye, mert elcseréltük, de ő meg elvitte az én jelvényemet, aztán azóta is hiányzik nekem, de most már minden. Ez a George Bush nekem, tehát egy készfogással megajándékozott, és megváltozott teljesen a véleményem róla. Teljesen. Tehát addig én, ahogy a tévében láttam őt, meg ez, meg az, végig úgy gondoltam, hogy hát ez egy bohóc. Hát nem az. Kérem, ez 2 percig, ezt a tartást 2 percig tartotta. Csak az én szememben nézett, nem hagyta senkit se, hogy őt zavarja. Senki jól nem vitte el a pillantását, 2 percig csak rám nézett, és csak azt kérdezte, na és ti miért vagytok ilyen jók? Na de mondd, miért vagytok? Tehát csak erre vár. És ez 2 percen keresztül megajándékozott engem.
Kérem, én már nagyon sok politikussal találkoztam. Egyik se ajándékozott meg egy 3 másodpercet. És amikor fogta a kezem a mentor. Csak úgy mondom, hogy azért ez nagyon-nagyon tiszteletre méltó nekem ez a pofa ez azóta. Ha megint te váltja, ugye? Hát akkor váltsuk. Azt gondolom, minden cég életében ez a pillanat, amikor az utódlás az szóba kerül. Ezt nagyon sokan elrontják. Nagyon gyakori az, az alapító atya addig viszi a céget, amíg vagy, amíg bírja. És amikor rájön, hogy baj van, akkor már nagyon késő új ügyvezetőt hozni, illetve az is gond tud lenni, hogy egyébként, ha van egy új vezető, aki nyilván más vonalat vinne tovább, mint amit ő előtte vitt, az nem az ő neki tetsző módon fogja azt a céget vezetni, ezért aztán néhány hónap után megválik tőle. Tehát az egész utódlás kérdés, ez hihetetlenül bonyolult történet. A mi esetünkben volt ennek egy szerencsés eleme, az pedig a Sándor, aki valahogy engem kibökött abból a társaságból, akivel ő együtt dolgozott, és úgy kezelt engem, hogy én ezt a funkciót át fogom venni tőle, aminek nagyon nagy előnye az, hogy nyilván hasonló módon gondolkodtunk, és innen kezdve ebből az átadás átvételből nem volt olyan konfliktus, mint egy külsős ügyvezető esetén, vagy egy olyan esetben, amikor a cég mondjuk már nehéz helyzetben van, és akkor kell egy váltás kényszerből megtenni. Úgyhogy én egyszer csak kaptam egy kérdést, hogy csinálnám-e, és minden férfi ember ilyenkor nyilván nem mondhatja azt, hogy nem, mert akkor hogy fog tükörben nézni, meg a akkori felesége, barátnője szemébe este, úgyhogy azt mondtam, hogy persze. És azt gondoltam, hogy ez egy viszonylag egyszerű dolog lesz, mert nyilván a magam kis egójával azt gondoltam, hogy miután én a portfóliót kitalálom, meg ügyfeleket hozok, meg csinálok egy csomó mindent, én ezt a céget tulajdonképpen vezetem. És ez végül is most nem egy olyan nagy különbség. Hát rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van. Több okból kifolyólag sem. Az egyik az, hogy meg kellett volna nemet mondani. És ez volt a legnehezebb része a dolognak. Mert az ember előtte annyira egyszerűen kezeli ezt az egészet, mert minden, ami pozitív döntés, abban mondhatom, hogy én akartam, ami meg negatív döntés, ott meg lehet mutogatni, hogy ezt meg ő mondja. És innen kezdve, ha én vagyok a cég vezetője, akkor most hova fog mutogatni? Tehát a negatív dolgokat is nekem fel kell vállalni. Egy multiba ez egy viszonylag egyszerűbb dolog, mert egyszerűen fölülről megmondják, hogy mi a feladat, mit kell csinálni, és hát bocsi, de ez van itt ebben az esetben, nekem végig kellett járnom azt az utat, hogy mi a következménye annak, hogyha én nem határozottan formálok véleményt. Erre elmondok egy példát, akkor ez így komoly nyomot hagyott bennem, ez a legelején volt, akkoriban a cég autóinak a színe, a piros, bordó vagy ennek valamilyen árnyalata volt. Jó sok autónk volt, és ezt tényleg policy szinten kezeltük, használtuk is őket rendesen, mint a képből látszódik. Jött egy kollégánk, aki mindenképpen fekete autót akart. És én mondtam, hogy piros, és nem éreztem azt, hogy ezzel nekem komolyabban foglalkozni kell. De ő komolyan így heteken keresztül járt és rágta a fülemet, hogy egy fekete autó nekem ugyanannyiba kerülne, mint egy piros. És egyébként ő mennyivel motiváltabb lenne, és ha ő piros autót kap, akkor nem fog vele szóbálni a felesége, a szomszédja, meg az utcán lepisíli a kutya. Ő fekete autót akar mindenképp. Mivel meg ugyanannyiba kerül, én néhány hét után beadtam a derekamat, mint később kiderült, hiba volt, mert onnan kezdve az összes kollega, aki boldog volt a piros vagy bordó autójával, az jött hozzám, hogy az ővék is lehetett volna, akkor kék vagy sárga vagy bármi más. Pokolba kívántam ezt a döntésemet, ez volt az első igazán komoly lecke egyébként. De nagyon-nagyon sok lecke van egyébként ilyenkor, amin keresztül felnő az ember. Nagyon nehéz megtanulni, menedzselni azt, hogy vannak kollégák, akik jönnek, mennek, elcsábítják őket, és hogy ez a normális folyamatok része, ezeknek nincsenek személyes részei, egyszerűen ez a normális működés. Egyszer megszámoltuk, hogy 274 olyan kürtös kollega van, aki volt kürtös kollega, és ma már nem hozzánk tartozik. Amikor valaki azt mondja, hogy az IT security-ba egységesíteni kell, erre azt mondom, hogy nem, mert minden IT security cégnél dolgozik kürtös, aki a mi módszertanunkat viszi oda. És ez egy teljesen normális folyamat egyébként, hogy 30 év alatt nagyon-nagyon sok ember jön és megy. Ennek az oka pedig az, hogy ha van egy nagyon lapos szervezet, ebbe a lapos szervezetbe, aki alulról bejön, és agilis és jó, nagyon hamar eljut a tetejére.
és ha jutott a tetejére, akkor nem sok választási lehetősége van. Az egyik az, hogy kitúr engem, a másik az, hogy hoz egy olyan ötletet, amitől egy új üzletágat hozunk létre számára, és ez a legjobb megoldás, vagy bepunnyad ott, ahol van, ami nem jó senkinek, vagy feláll és elmegy. Tehát ez egy teljesen természetes dolog, igazán arra vagyunk büszkék, hogy ebből a több mint 200 emberből tuti, hogy 95% az úgy ment el, hogy boldog volt azzal, amit itt kapott, és jó pozíciót talált magának máshol. És hát ugye voltak olyanok, akiket ügyfelek vittek el tőlünk, és itt csak nevettünk azon, hogy ügyfelek tényleg, ha kihelyezünk valakit valahová dolgozni, akkor az ügyfelek egy idő után elkezdik őt fűzni, hogy maradjon ott, és ügyfelektől igazán nem nagyon kaptunk mi vissza ilyen típusú dolgot, egyetlen egyet kaptunk vissza, de az kárpótolt az egész értő Szilvia, akit az egyik ügyféltől nekünk sikerült elcsábítanunk, de alapvetően azt gondolom, hogy megérte itt figyelembe véve az összes többi olyan dolgot, amit viszont meg az ügyfél vitt el tőlünk. Elfelejtettek mosolni, de arról van szó, hogy Svájcban, hogy Svájcban betiltották a szombatesti kabarét, mert volt, aki későn kapcsolt, és csak vasárnap reggel a misén kezdett el mosolyogni. Köszönöm, Sándor, hatékonyabb nálam. Volt egyéb nagy vállalkozásunk is. Nyilván akkor, amikor egy cég jól megy, akkor mi a dolga tulajdonosoknak, hogy álmodják a jövőt lehetőleg hosszú távon. Ezt hívják hosszú távú stratégiának. Mi, amikor jövőt álmodtuk, valahogy úgy vágtunk ebbe az egészbe bele, hogy megnéztük, hogy amikor alapultunk, akkor 0 négyzetméteren 0 fő dolgozott, aztán dolgozott x négyzetméteren 10, és így húztunk egy egyenes vonalat, szerintem 2050-ig, és akkor valahogy a matekból kijött, hogy nekünk 4000 négyzetméter kell, hosszú távon gondolkodunk. Szóval viccet félretéve, az a döntés született, hogy az akkori gazdasági helyzetben jó ötletnek tűnt, hogy építsünk egy székházat. Emögé nyilván tettünk stratégiát, azt gondoltuk, hogy meg fogjuk építeni az informatikai biztonságházát, szuperbiztonságos adatszobákkal, és oda fogjuk vonzani az összes IT security céget, és így az IT security teljes portfólióját le fogjuk fedni. Ez a Sándor menedzselésében létre is jött. Hát azt gondolom, hogy egész jól sikerült a dolog, nem csak kívül-belül is, tehát a célt elértük, sikerült egy olyan impozáns székházat építenünk, ami minden ilyen kívánalomnak megfelelt, és elkezdtük szervezni oda a cégeket, hogy ezt meg is töltsük valós tartalommal, csak hát aki élt 2008-ban, és azt gondolom az itt ülők közül mindenki, az tudja azt, hogy az azért egy elég nehéz év volt, akkor kezdődött a gazdasági válság, és mi pont 2008-ban készültünk el ezzel a székházzal, úgyhogy volt egy kis tarkó akarás, hogy most mi mit kezdjünk ezzel a dologgal. Nyilván mit lehet ilyenkor csinálni, ha van egy csomó szabad négyzetméter az embernek, elkezdi kiadni, és mi is elkezdtünk bérlőket keresni elég komoly tempóval. Sikerült is megtöltenünk a székházat viszonylag rövid idő alatt, viszont a székházhoz tartozott egy rendezvényterem, ahol 250 ember is elfért. Nyilván remek céges rendezvényeket lehetett ott csinálni, de ezt is valahogy hasznosítani kellett. És erre sok-sok programot dolgoztunk ki, amik közül azt gondolom a legsikeresebb program az volt, hogy létrehoztuk a Kürt Akadémiát, mint önálló intézményt. És maga a helyszín is gyakorlatilag kívánta az, hogy ez egy high-end oktatás legyen, hiszen a Budaörsre jellemzően autóval lehetett csak kijárni, jellemzően olyan időszakokban tartottuk a képzéseket, amikor vezetők is ráértek egyébként. A dolog nagyon-nagyon sikeres lett, és egy remek csapat építette fel ezt az akadémiát. Ez annyira sikeres képzés, hogy ez ma már tőlünk teljesen függetlenül is megállja a helyét egyébként, és nagyon-nagyon komoly részesedést ér el ebben a high-end oktatási piacban, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Persze ezt ki kellett használni, ezt az oktatót, amit akkor is, amikor oktatások nincsenek, úgyhogy a akkori székház üzemeltetőnek azt mondtam, hogy kiadni ezt minden áron. Egyik szombaton ültem a tévé előtt, és egyszer csak a híradóba, ami ment akkor, láttam valami ilyesmit, Miss Dundi és Dögös szépségkirálynő választás kült rendezvényközpont, majd utána ezek a képek jöttek. Ettől egy be kell valami, egy kicsit úgy megrémültem, azért ekkora sikerre azért nem számítom dologba, és másnap mondtam a hölgynek, aki nálunk ezeket intézi, hogy de hát ez most így, hogy is mi volt ez?
Hát mondja, hogy hát én mondtam, hogy adjam ki egyébként minden áron, és hát nézzem meg a naptáramat, egy kiszeltünde saját maga dedikálta, aki fővédnöke volt ennek a rendezvénynek, és hogy ez nyilvánvalóan ez egy hihetetlen nagyszerű dolog, hogy ilyen lehetőséget hozzájutottunk, és én azt gondolnám, hogy ez a rendezvény kicsit túlzó volt, akkor két héttel ezelőtt egész konkrétan pornóforgatásra próbálták kibérelni az egész épületet, amiről nemet mondott, mondtam, hogy oké, értem, de innen kezdve csak egészen szolid rendezvények azok, amiket engedjünk be. Mondta, hogy megértette, két hét múlva fekete ruhás csöndes emberek jöttek, mentek az épületbe. Kézem, ez most micsoda? Mondta, hogy halotti tor. Az történt, hogy az első éves eredményünkből akkor beszámoltam, akkor, amikor erről beszéltem, hogy abból a mágnes lemez mosó berendezésből rengeteg pénzünk lett, és akkor beszédült hozzám egy nagyszerű teremtés, Herceg Évának hívták, szegényként már halott, de azzal a kéréssel lépett be, hogy szeretne egy iskolát, tanárai vannak, de épülete nincsen. Megkérdeztem, hogy ez a hegynyi pénz, amit itt van, az elég lenne neki, azt mondta, hogy igen, és ez lett a Kürt Alapítványi Gimnázium. De volt egy kezdeményezésünk, a hátrányos helyzetűek oktatása, aminek az lett a rövidítése, hogy H2O, hátrányos helyzetűek oktatása, HHO, és mivel Vegyipari Egyetemre jártam, utána emlékeztet, tehát akkor az H2O lett. És azt döntöttük el nagyon sokat magunkkal, de a Kürt vezetésével, és főleg a pénzszerzést menedzseltem ehhez, hogy 10 iskolát alakítsunk át, hátrányos helyzetűt, nem hátrányos helyzetűvé. Meg akarom lepni önöket azzal, hogy kérem szépen Magyarországon 3600 általános iskola van, és ebből 1600 hátrányos helyzetű. Vagy több, mert 2009-ig voltak statisztikai adatok erről. Magyarán az általános iskoláinknak csak nem a felében hülyén megy be a gyerek, és hülyén ki is jön onnan. Ez ezt jelenti. És akkor volt egy ilyen, nagyon sokan összefogtunk, hogy a hátrányos helyzetű iskolákatból egy amerikai módszertant megkaptunk jogszerűen, franchise módszertant csináltunk belőle, ez a Stanford Egyetemnek a módszertana, Complex Instruction, magyarul KIP, és ezt itthon legálissá tettük ezt, megkaptuk az anyagaikat is, lefordítattuk, nem csak a Stanfordtól, mert a kiadási jogok, meg a Columbia Egyetemé, attól is megkaptuk, hogy kiadhatjuk ezeket magyar nyelven, elektronikusan, és a több. Na, egy szó, mint száz, belekezdtünk ebbe, hogy 10 iskolát át fogunk alakítani. Iskolánként 40 millióért, ki tudják gyorsan találni, hogy mibe került ez a kis, apró kis játék nekünk. Sikerült 5 év alatt átalakítani a sulikat. Ezek képek abból, mert olyan nagyszerű dolog, hogy az Operaháztól kaptunk 2000 jegyet. Ingyen jegyet. Ezek a gyerekek életükben először voltak ott, és kifelé jött az egyik azt mondta, hogy de hiszen itt nem is operáltak. Az Európai Uniótól kaptunk ezért a projektért, amiről itt beszélünk, egy ilyen kitüntetést, amennyire tudom, ezt még más magyar nemében kapta meg. Ennek az eredményéből, ennek a hátrányos helyzetűek oktatása eredményéből lett egy nyelvoktató rendszerünk. Ez megint a Jánosnak a fejéből pattant ki, talán észrevették, hogy ő egy ilyen feltaláló típus, szabadalmaztatta azt a mágneses adattárolók javítását, abból lett a Kürt, és aztán egy Gyarmati Éva, akit nem tudnak máshoz hasonlítani, csak a Teréz anyához, az azt mondta, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, egyenesen mondva cigány gyerekeknek a legeslegjobb oktatási módszer az, ha ének alapú, mert énekelni tudnak, hangjuk van. És akkor a János összehozta ezt a tabellót, amiben van egy olyan hanggenerátor rendszer, ami azt figyeli, hogy az angol nyelvet hogy énekli egy autentikus, és hogy énekli el egy diák. Most azt képzeljék el, hogy általában így történt, hogy
egy cigány gyerek az úgy 90% fölött ugyanazt énekelt el, amit egy angol, amikor azt mondja, hogy how do you do? Úgy a tanárnéni úgy olyan 50%-kal körülbelül mondja azt, a többi gyerek meg az alatt. Ez a legközelebbi gyerek, ez csontfekete, ott nézzék meg. Ez egy film részlet, és az oda szól a tanítónénnek, hogy tanítónéni, rossz a program. Miért, csillagom? Azért, mert azt tanultuk, hogy a többes szám jele az S, és ide meg az van írva magyarul, hogy gyerekek, közre meg az van odaírva angolul, hogy children. És akkor a tanítónén megsivatja a gyereket, és azt mondja, hogy ötöst kapsz, kisfiam, nagyon jó, hogy észrevetted, de ezt tanuld meg, hogy ez kivétel, és ezt így kéne tudnod. Ez volt egy komoly lépésünk, befulladt az egész, tehát nem... Senki nem akart utána pénzt beledobni, a magyar állam pláne nem, mind a mai napig igazából ez a gondolat él. Hát ugye megvan ez a franchise módszertan, de nem igazán. Van egy alapítványunk, a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány, aki a Kürt Akadémiától megkapta ezeket az összes jogokat, amit akkor megszereztük, és ő vergődik évente egy-két iskolát azért ezzel a amerikai módszertannal át tud alakítani, tehát hogy ágyúval lövünk verébre, magyarán, vagy verébben lövünk ágyúra, én már nem tudom, hogy mi a franca. De azért szociális felelősségvállásból itt vannak, és nem akarom ezeket már részletezni. A sok piros sor közül az egyik, a Jóska, csak 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. És akkor a külföldi kalandjaink, ezt fogadok, hogy megint te akarsz erről beszélni. Én hát nyilván Európában azért ez egy kis ország, tehát hogyha az ember olyasmit csinál, amire máshol is van érdeklődő, és szeretne tovább menni, nem csak Európán belül, hanem a világ egyéb részeire is. Eleinte azt csináltuk, amit ilyenkor logikusnak tűnik csinálni, leányvállalatokat hoztunk létre. Egyébként Németországba, Ausztriába, itt-ott-amott rá kellett jönnünk, hogy saját céget csinálni, az marha sokba kerül egyébként, és üzemeltetni, elindítani meg még többe kerül, és hát korlátlan mennyiségben nem tudjuk ezt az ütemet egyébként tartani. Muszáj volt modellt váltanunk, és elkezdtünk befektetőket keresni, elkezdtünk járni olyan helyekre, ahová különböző szerződött cégek vittek el minket, és próbáltak nekünk ott partnerre bukkanni. Ezeknek a próbálkozásoknak volt azért sok-sok vicces eleme, ugyanis rá kellett jönnünk, hogy ezek az emberek, akik ilyesmire vállalkoznak, ezeknek általában lövésük nincs, hogy mi az, amit el kéne adniuk. És viszont, hogyha sikerül, akkor az a jutalék nem rossz nekik. A legviccesebb eleme az volt, amikor egyszer elvittek minket egy kiállításra Gánába, ahová amikor megérkeztünk, akkor az kiderült, hogy az egy zenei fesztivál volt, csak Kürt névtől úgy érezték, hogy mi szintén zenészek vagyunk, és majd ott egyébként mi is ott előadásokat fogunk tartani. Egyébként remekül szórakoztunk közben. De voltak sikerek is, de ezeket alapvetően mert mi saját magunk raktuk össze. Ennek eredménye lett az, hogy céget hoztunk létre Dubajba, IT Security témakörben, helyi partnerrel együtt. A helyi partner az a jobboldali, a baloldali a mi cégvezetőnk, egy színesbőrű fiatalember, aki egyébként mind a mai napig ezt a céget viszi ott kint. Kint meglepően sok sikeres projektet sikerült felépítenünk, már a 2008-as válság egyébként ott is azért tudott komoly törést okozni. De hát miután itt Közel-Keletet kipipáltuk, mentünk Távol-Keletre is, Dél-Kelet-Ázsiába. Itt a legnagyobb sikereink Vietnámban voltak, bár ott nagyon-nagyon sok idő egy üzletet összerakni. Látszódik az, hogy itt abból a Ho Chi Minh szoborból mögöttem van már azért ilyet nehezebbként találni, tehát ez azért jó régen volt. Az első üzletünk nagyjából ezen a ponton indult el. Nagyon vicces volt, hogy úgy éreztük, hogy mi megállapodtunk, és vártuk az előleg összegét, hazajöttünk, és így nem történt semmi éveken keresztül. Majd egyszer csak teljesen váratlanul megjelent egy összeg a számlánkon Vietnámból évekkel később, de előtte utána egy levelünkre nem válaszoltak. És megjelent egy összeg, és akkor, amikor érdeklődtünk, mondták, hogy hát holnapra kéne az egész, mert hát nálunk 5 éves terv van,
mint ahogy nálunk is ez volt, és hát mi megállapodtunk, és hát nyilván a ötödik év végére kell leszállítani, amiben megállapodtunk, úgyhogy az ötödik év lezárása előtt 3 nappal elküldték az előleget, és mondták, hogy gyerünk, van 3 napunk az egészre. Ez volt az első ilyen üzletünk, ez egy adatmentés technológia üzlet volt, aminek lett folytatása később egyébként. Itt azért a monitorokból látszik, hogy azért ez se teljesen ma volt, aminek lett utána megint csak folytatása, amihez már jöttek kollégák egyébként Vietnámból, és szájukat tátva nézték itt a hóesést, és itt elég komoly képzés is tudtunk nekik tartani. Sikeres projektzárás után egyébként mind a mai napig dolgozunk ott nekik, most már jóval korszerűbb körülmények közt. Azt gondolom, hogy Vietnámban dolgozni egy nagyon-nagyon jó lehetőség mindenki számára. A döntéshozóik itt tanultak Magyarországon nagyon sok évvel ezelőtt. A legokosabb vietnámiak tanultak Magyarországon, ők majd cégeket vezetnek, miniszterek, és egy bizarr mód lehet velük magyarulként tárgyalni. És hát miután divat, mi is megpróbáltunk elindulni Kína felé 2012-ben, és azóta gyűrjük ezt a témát, ugyanis hihetetlen jól lehet kínaiakkal tárgyalni, és hihetetlen jól lehet velük szándéknyilatkozatokat aláírni ünnepélyes keretek közt, de egy buznyák vasat se sikerült egyébként ebből realizálni. De folyamatosan úgy érzi az ember, hogy ebben még egy kicsit kell investálni, mert már majdnem ott van. Hát most 2019 van, azért ez több, mint az az 5 éves terv Vietnámba, és még mindig nincsen semmi pont ebben az egészben. Szeretném bemutatni ezt a 4 nagyszerű embert, mindegyik 4 külbrendünk van. A hátulról kezdeném, az adatmentésünk az Hungarikum lett, és ez a Kertész Zoli az, aki majd erről, nem az adatmentésünkről, hanem az adatmentés jövőjéről fog beszélni a szünet után. A Tom a Kürt Akadémiát vezeti, volt róla szó, hogy született a Kürt Akadémia, építettünk neki először egy istállót, aztán lett. Időben a legelő a Sárkány Péter nevével fémjelzett Kürt alapítvány van, mert azt 90-ben kellett létrehoznunk azért, hogy a magyar törvények szerint egy magángimnáziumot létrehozhassunk, amit alapítványi gimnáziumnak hívnak, aminek említettem, és hogy a Herceg Éva szegényként meghalt, és utána egy kis vártatva Molnár Lajos lett az alapítvány a gimnáziumnak a vezetője, büszkék vagyunk rá, az iskolánkra is büszkék vagyunk, és ő is itt lesz a szünet után, és beszélni fog az iskoláról. Az ajándékozásnak is megvolt a maga evolúció az elmúlt 30 évben, tehát hogyha itt emlékeznek rá, akkor az elején ugye az ajándékozás az mindig valami értékesnek tűnő fémbigyú volt, ami az ember asztalára oda került, és alig várta, mert kidobni sajnált, hogy eltűnjön onnan. Elég gyorsan eljutottunk odáig, hogy erre a pénzt teljesen fölösleges elkölteni, ennek van jobb helye is. Majd később mi is rámentünk arra a taszkra, amikor nekiálltunk bort ajándékozni. Ipari mennyiségbe csináltuk mindezt, sőt, mi eljutottunk odáig, hogy saját üveget készítettünk, ami meg egy kürt volt a közepén, és megtöltöttük a legjobb tokaival, és ezeket küldözgettük körbe. Azt sajnos nem tudtuk, hogy mivel hidegpincébe töltötték még ezt a vékony speciális üveget, hogyha az melegre került, az üveg elpattant. Szerencsétlen esetben a kedves barátainknak és ügyfeleinknek a világos kárpitos autójában történt mindez, amikor hazafelé vitték. Amikor ők telefonálgattak, hogy mi történt, akkor mindig szörnyűködtünk, hogy ilyenről még nem hallottunk egy esetben sem. Szerintem ugye 60%-ával történt ez meg az üvegnek, és azért volt belőle azért elég komoly mennyiség. A dologhoz hozzátartozik, nyilván reklamáltunk, és garanciával legyártották nekünk az összeset úgy, hogy mindegyikre ráírták ugyanaz ügyfél nevét, és azt, hogy boldog karácsonyt, és azt az évet, ami már eltelt, hiszen ez volt az eredeti rendelés, úgyhogy nagyjából az összes kürtös dolgozó az remek tokait ivott éveken keresztül, ami gyönyörűséges üvegbe volt becsomagolva. Egyébként itt ürit olyan, akinek szintén ez eltört az autójába, úgyhogy most így az a helyzet, hogy igen, nem csak az őben törött el, de szerintem ezen már túl vagyunk. És hát eljutottunk gyakorlatilag arra a pontra, amit most mi igazán jónak érzünk.
Van egy-két alapítványunk, hogy Sándor említette, ahol hátrányos helyzetű gyerekek élnek, léteznek, tanulnak, és most azt csináljuk, hogy velük készítetünk különböző olyan dolgokat, amit egyrészt ők meg tudnak tenni a saját körülményeik közt, másrészt ezért ennek mondjuk pénzben azért elég jelentősen adjuk át az ellenértékét, tehát egy win-win szituáció, mi is kapunk valamit tőlük, ők is dolgoznak rajta, és ezen a vonalon keresztül adunk nekik gyakorlatilag, nem is tudom minek nevezzem, ne adományom, hogy ezek munkadíjnak talán, és ma ez az, amit egyébként karácsony környékén körbe szoktunk vinni. És hát eljutottunk a 30. évünkig, ez van most ebben az évben, hiszen 89-ben lehetett először vállalkozást létrehozni, és akárhogy osztunk, szorzunk, ez tényleg a 30. év. Úgyhogy itt vagyunk most, és az, hogy a jövő miről szól, az majd a szünet után. Köszönöm szépen, hogy eddig kibírtatok, és a szünet után örömmel szeretnénk, hogyha látnánk titeket.